Na, hello, szép napot, kedves ismerőseim, barátaim! Ennek a videónak azt a címet adtam, hogy miért annyira fontos a megelőzés. Hála Istennek, én már több mint 20 éve elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, amikor még Norvégiában éltünk, és a párom biztatására elkezdtem az ilyen terapeuta, természetgyógyászati szakon tanulni, és természetesen praktizálni is. Azóta is praktizálok is, tehát kezelek is, főleg ilyen gerinckezelésekre specializálódtam. De ami ennél fontosabb, hogy a saját egészség megőrzésemre, tehát a saját és a család egészségének a megőrzésére nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Miért fontos ez, és miért mondom el? Hát egyrészt azért is látom fontosnak, mert ha visszatekintek az elmúlt évre, a 2018 évre, 18-as évre, úgy képzeljétek el, hogy hatan haltak meg velem egy idősek, olyanok, akik osztálytársaim voltak elemiskolába, gimnáziumba, és hát azért eléggé ledöbbentett ez a dolog, hogy hát ugye most vagyok 54. éves, és hogy tehát tavaly ugye 53 évesen hatan távoztak, és mind betegség miatt, nem baleset miatt. Tehát három lány, meg három fiú. A lányok rákbetegségben, a fiúk inkább, hát egyről nem tudom pontosan még a halál okát, de kettőről tudom, hogy ők szív problémával miatt, infarktus miatt haltak meg. És ezen kívül még rátette a pontot az íre az is, hogy most a szilveszter napján, tehát 2018. december 31-én egy nagyon kedves ismerősünk itt Magyarországon, ki üzletpartnerünk is volt, 46 évesen szintén ilyen nagyon gyorsan rákbetegségben elhunyt, és hát ez is annyira mellbevágott, hisz ismertem őt, és hát ő azért, ahogy én ismertem, tett is az egészség megőrzésért, de mégis ez a rák, amit ugye nála két hónappal előtte diagnosztizáltak, annyira agresszív és annyira úgymond menthetetlen volt, meg áttét, meg minden, hogy sajnos már se alternatív módon, se kemoterápiával, semmivel nem tudták megmenteni az életét. Úgyhogy ez tényleg, pont Norvégiában voltunk akkor, amikor a Facebookon olvastuk, és hát ez is úgymond feltette tényleg az íra a pontot, és még nagyobb motivációt adott ahhoz, hogy tényleg nagyon oda kell figyelni az egészség megőrzésre. Tényleg nagyon is. És nem 50 évnél, vagy 60, vagy 70 évnél, hanem ezt már, hát ahogy a japánok mondják, ők csecsemőkorba elkezdik, ugye hát sajnos nálunk ez nem így működik, de én azt mondom, hogy minél előbb, tehát fiatal korba, gyerekkorba, 20 évesen, legkésőbb, oda kell figyelni az egészség megőrzésre, és el kell kezdeni tenni azért, hogy tényleg toppon legyünk. Persze, semmire sincs garancia, ugye bárkivel történhet bármi, mint lásd ezt a 46 éves kollégánkat is, de hogyha az ember tényleg saját maga megtesz minden tőle telhetőt, hogy a táplálkozásra odafigyel, hogy mozog, sportol, szabad életet él, nem stresszel, ugye ez is nekünk egy nagyon, nagyon fontos, hogy szabadok legyünk, és tényleg egy kiegyensúlyozott, harmonikus életet éljünk, és hát ha stresszelünk is, mert néha mi is szoktunk, akkor az inkább ilyen pozitív stressz legyen, hogy fúj, na most kitűztünk egy jó célt, ezt el kell érni, tehát ez a fajta stressz nem annyira, vagy ezt gondolom egyáltalán nem ártalmas, hanem ugye az ártalmas stressz az a folyamatos szorongás, negatív gondolatok, kilátástalanság, ugye pénz miatt, vagy akár kapcsolatok, tehát család, vagy munkahely, vagy egy csomó stressz faktor van ugye a világon, hát nem beszélve ugye a média, a politika, hát ezek is tudnak nagyon negatívan stresszelni és lehúzni, tehát ezeket inkább kerülni kell. Mondom, a pozitív stressz, ami aztán tényleg ad egy jó kis plusz érzetet, egy kis adrenalint, hogy na most akár felszaladok kőhegyre, az is egy stressz, de az egy pozitív stressz.
vagy az, hogy amint mondtam, ugye most kitűztem egy célt, és akkor azért harcolok, hogy azt elérjem, meg dolgozok, meg minden. Meg hát ugye olyan munkát is csináljunk, amit szeretünk. Olvastam valahol, valami bölcsember mondta, hogy ha olyan munkád van, amit szeretsz, akkor soha többen nem kell dolgoznod. Hát hála Istennek ez nálam pipa, hisz olyan munkáim vannak, amit tényleg szeretek, amit inkább nem is munkának, hanem hobbinak tekintek. És tényleg ez egyáltalán nem egy fárasztó, nem egy stresszes munka, hisz ezt alig várom, hogy mikor csinálhatom, várom a reggelt, hogy ne folytassam, este alig tudom abba hagyni. Na szóval ezek a pozitív dolgok, úgyhogy hát remélem tudtam adni egy kis ilyen gondolatébresztőt így az év elején, hogy ezért nem szabad hátradőlni, hogy ha most jó egészségben vagyis, hogy most akkor azt hitt, hogy ez mindig csak úgy magától megmarad, tenni kell. És mit mondtam, semmi se 100%-os garancia. Én még azt is hozzátenném, hogy emellett ugye a hit is szükséges, és a kiegyensúlyozott harmonikus lelki élet is. Tehát én hiszek Istenbe, és én úgy vagyok vele, hogy én tartom azt tényleg, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Tehát én magam részéről mindent megteszek, amit csak megtehetek, az egészség megőrzését, a többiért meg imádkozom, de a többiért rábízom a jó Istenre. Aztán ő majd remélem, hogy jól fogja itt az élet, hogy mondjam, hátralevő részét irányítani, hogy tényleg egy kiegyensúlyozott, boldog, harmonikus, egészséges életet tudjunk élni itt nagyon-nagyon sokan, úgyhogy hát ezzel akkor szeretném is befejezni ezt a videót. Fogok erről még ebben az évben nagyon sokat beszélni, hisz az egészség, megőrzés, meg ugyanakkor a lelki erősség, meg a lelki egyensúly megőrzése miatt is terveztünk be egy nagy zarándoklatot a fiammal. Ott arról be is teszek ide a videó alá linket, van egy külön oldalunk, Facebook oldal, ott arról is sokat fogunk beszélni, azt is azért tesszük, teszem főleg én, hát a fiam ő még csak 20 éves, vagyis 21-én, ugye 54, azért teszem, hogy megmutatni az embereknek, hogy 50 után is van élet, és ne azon gondolkodjunk, hogy van-e élet a halál után, persze én hiszem, hogy van, de hogy van-e élet a halál előtt. Mert valamiképpen az is igaz szerintem, hogy az ember, ahogy éli az életét a halála napjáig, az úgy valamiképpen a túloldalon is hasonlóképpen fog folytatódni. Ezt nem én találtam ki, ezt egy ilyen jezsuita lelki vezetőnk mondta, hogy tényleg amit itt megteremtünk, amit létrehozunk, ahogy élünk, azt valamiképpen ilyen lelki szinten magunkkal visszük. Tehát, hogyha itt ugye boldog vagy, jól érzed magad, akkor nagyobb az esély, hogy ott is jobban fogod érezni magadat, és gyorsabban vagy könnyebben ne eljutsz tényleg arra az örökké való boldogságra, örök életre, ugye, amire hitünk szerint teremtve vagyunk. Na jó, van, most tényleg befejezem, találkozunk a következő videóban, addig is minden jót, hello, sziasztok!